Az elmúlt egy órában fent az önkormányzat hivatalában alpolgármester úrral egyeztettünk, amit minden egyes évben meg szoktunk tenni az országos költségvetésnek az elfogadása előtt, hogy módosító javaslatokat szoktam beadni, és a módosító javaslatokat a városok, településeknek a polgármesterei, illetve az ott élőknek a problémái tükrözik vissza, és ezek a módosító javaslatok, ami a költségvetésbe passzolnak, ezek azokat a célokat és irányvonalakat adják meg, ami például Ajka városának fontos. Ajka városában egy olyan projekt van, amely szerintem országos szinten is egyedülálló. Az elmúlt időszakban több mint 4 milliárd forintot fordítottak lakásoknak a felújítására, hőszigetelésre, ablakcserére, tetőszigetelésre. Ez az első időszakban ez úgy működött, hogy egy hármas rendszerből állt össze, az állam adta az egyharmadot, önkormányzat az egyharmadot, és a társasházi tulajdonban lévő ingatlanoknak a tulajdonosai adták a másik egyharmadot. De sajnos ez rövid időn belül megszűnt, Ajkaváros önkormányzata túllépve ezeken a problémákon megváltoztatta ezeknek az arányát, és 50-50%-os támogatási intenzitással tudta felújítani Ajka városába lévő lakóépületeket. Mögöttünk lévő épületen is láthatják, hogy elkezdődtek a felújítási munkálatok, ez is ennek a projektnek a része. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 2022. április 3-a után, amikor is kormányváltás lesz, ezt a hármas támogatási rendszert vissza fogjuk hozni, nem csak Ajkán, hanem országos szinten is, tehát az állam vállalja a felújításnak az egyharmadát, a lakóközösség a másik egyharmadát, illetve az önkormányzat is ugyanúgy beszáll, mint az előző évekhez képest. Ehhez a programhoz tartozik még a bérlakás program, hiszen nem csak Ajka, nem csak Tapolca, nem csak Sümeg, és a környezetünkben lévő, akár Veszprém megyei, vagy országos városok küszködnek azzal a problémával, amelyet mindenki megtapasztalhatott. Azok az emberek, akik nem tudnak lakóingatlan vásárolni, szeretnének ebbe a városba dolgozni, de nincs annyi pénzük, hogy a piaci árakon béreljenek lakásokat. Az önkormányzat nagyon kevés üres bérlakással rendelkezik, viszont az igény ennél jóval több. Ezért szeretnénk azt, hogy lehetősége legyen az önkormányzatoknak bérlakásokat, lakásokat vásárolni, és azt akár szociális alapon ki tudják adni a rászorulóknak. Ez nem csak helyi, ez egy országos probléma, ezt nem csak helyben, hanem országosan is kell kezelni, hiszen nagyon sok fiatal tudja így elkezdeni az előttük lévő életet, és megalapozni a jövőjét. A jövő megalapozása pedig ott kezdődik, hogy a lakhatással őnekik ne kelljen több százezer forintot elkölteni. Ebbe próbálunk segíteni Ajkaváros önkormányzatának, ebbe próbálunk segíteni Sümeg önkormányzatának és Tapolca önkormányzatának. Én azt gondolom, hogy amit Ajkán elkezdődött, az egy óriási siker, mondhatnám úgy is, hogy ez egy ajkai unikum. Ezt a lehetőséget, ezt a projektet kell átültetni az ország más részére is.